Egy színésznek mi az életműve? Melyik az a kézzel tapintható életmű, amit aztán ugye így vagy úgy vagy amúgy minősíteni lehet? Ugye ez egy nagyon megfoghatatlan, majdnem, hogy megfoghatatlan dolog. Talán a mi sorsunk, mert ugye a színész az se nem szakma, se nem művészet, hanem sors. És akkor az életműve valószínűleg olyas valami, amit az ő sorsa kivált, a színész sorsa kivált érzelemként, gondolatként, szenvedélyként vagy indulatként a színész körülvevő közösségben.